Artis Business díjat kapott Nyíregyháza. A kulturális turizmus lehetőségeit és eredményeit értékelték. Fejlesztések. 80 új munkahelyet teremt a Hübner Nyíregyházán. Ítélkezési szünet. 2020. december 24-től 2021. január 1-jéig leállnak a bíróságok. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Artis Business díjat kapott Nyíregyháza a kulturális turizmus eredményeiért. A Magyarországon korábban hiánypótló elismerést idén második alkalommal adták át. A díj kimondottan imázsformáló és értékteremtő céllal jött létre. Az elismerés kiemeli azokat a vállalatokat, magánszemélyeket és mecénásokat, akik példaszerűen működtek együtt az adott évben a kulturális világgal. A 2020-as díjazottak a Magyar Telekom, az Intelligent Power Solutions Kft., Rényi Andrea, az Autisztikárt önkéntese, Horgas Eszter, Fuvola Művész és Nyíregyháza. A városunknak ítélt elismerés a kulturális turizmus témáját érinti, és új kategóriaként jelent meg ebben az esztendőben. Hosszas háttérmunka után választották a 10 000 lakosnál nagyobb 141 településből azt a 23-at, melyet statisztikai adatbázisok szerint elemeztek. A top 10-ben szerepelt aztán Debrecen, Győr és Veszprém is, majd Szombathelyen ketten maradtunk versenyben. Olyan szempontokat vettünk figyelembe, mint vonzerőképesség, kulturális helyszínek, kulturális jelenlét, tudásalapú gazdaság, a kultúrát támogató környezet, elérhetőség, a fejlesztések, azok megvalósulása. Azonos pontszámot ért el kimagaslóan a többiek előtt két város, Szombathely és Nyíregyháza, de végül is azt az ívet megnézve, hogy Nyíregyháza honnan hova jutott az elmúlt 10 évben, inkább amellett döntöttünk, hogy ezt az egész ívet vagy fejlődést juthalmazzuk, hiszen ugye a 7. legnagyobb város vendégforgalmát tekintve, tehát itt a turisztikai elemeket is nyilván bevettük az értékelésbe, és hát ugye az egyik legdinamikusabban fejlődő megyeszékhelyén nőtte ki magát így az elmúlt 10 évben. Mint ismeretes, milliárdos fejlesztések valósultak meg az elmúlt években. Sorra érkeztek az elismerések városunk turisztikai és kulturális intézményeihez. Sokszor szóltunk már az állatpark, a fürdő, a múzeumfalu beruházásairól és díjairól, de a folytatás sem lesz szegényesebb a belvárosi kulturális negyed új és megújult intézményeivel. Teljesen meglepetésként ért minket, mert nem tudtuk, hogy van ez a díj, van ez a szervezet, és amikor tájékoztattak bennünket, hogy ilyen szakmai döntések alapján Nyíregyházát találtak a turisztika terén a legjobbnak a magyar városok között, akkor nyilván utána néztünk, hogy kik ők. Egy nagyon fiatal csapat, aki a kultúrában, a kultúrán túl üzletet is lát olyan szempontból, hogy a kultúrának a szolgáltatásokra gerjesztő erejét díjazzák és díjazták Nyíregyházában. Abszolút ismeretlen, de nagyon magasan kvalifikált egyetemi tanárok ebben a dologban, ebben a kultúrában, a turisztikában megforduló, illetve ebben élő emberek adták ki nekünk ezt a díjat. Jó érzés, hogy értékelték azt a munkát, amit a kultúrába és a turizmusba befektettünk Nyíregyházán, folytatta az alpolgármester. A 6 fős kuratórium tagjai között említhetjük Hóbor Helgát, a Nemzeti Táncszínház kommunikációs vezetőjét, Juhász Dórát, a MIPA PR vezetőjét, vagy Fehér Zsuzsát, a Ludwig Múzeum marketingesét. A hazánkban hiánypótló díj számít a profit támogatására, de segíti a cégek berendépítési folyamatát is. A díjat minden évben az Artis Business magazin kiadója, a Kortárs PR-os Kft. Írja ki és bonyolítja le. A mostani helyzetben nyilván elmarad a pompás átadó ünnepség, a szervezők a jövő évben házhoz hozzák az elismerést. Polgármesteri beszámoló 2020 címmel egy kiadvány érkezett vagy érkezik a napokban minden nyíregyházi postaládájába. Dr. Kovács Ferenc ebben az elmúlt esztendő történéseit foglalta össze, a befektetés ösztönzés, a közlekedésfejlesztés, a zöld stratégia, az egészséges életmódot elősegítő sport, valamint például a kultúra és az idegenforgalom területéről. A színes kiadványban helyet kapnak az egészségügyi és szociális szféra, továbbá a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztései, valamint az időseket és fiatalabb korosztályokat érintő történések, intézkedések a teljesség igénye nélkül. Dr. Kovács Ferenc bevezetőjében azt írta,
Ugyan a COVID elleni védekezés köti le a figyelmük egy részét, van miről beszélni Nyíregyházán. Az élet ugyanis nem állt meg a városban, több fejlesztés valósult meg idén. Az éppen zajló beruházások egy része 2021-ben fejeződik be, és újak is indulnak. Folyamatosan kontrollálták a költségvetés egyensúlyát, és közben a szociális juttatások sem csorbultak, amiket az elmúlt évtized szakszerű és precíz gazdálkodása által sikerült bevezetni. Ezt megerősítette a Nyíregyházi Televízióban is. Minden figyelmünket a járvány kezelése kötötte, ez volt az elsődleges. Aztán amikor láttam, hogy ebbe az anyagban mennyi minden gyűlt össze, és talán még nem is teljes körű, akkor én is azt mondtam, hogy igen, érdemes talán épp ebben a nehéz évben, az év végén, de még a járvány közepén, vagy talán már kifelé megyünk, egy ilyen beszámolót elkészíteni és minden nyíregyházinak megküldeni, mert én azt gondolom, hogy ezek azok a tények, amiket nem csak hogy érdemes tudni, hanem amire lehetünk mindannyian büszkék is. 80 új munkahelyet teremt a Hübner Nyíregyházán. A cégcsoport leányvállalata egy 2,6 millió eurós beruházásnak köszönhetően tud új munkavállalókat alkalmazni majd 2021-ben. A cég számára fontos a társadalmi szerepvállalás is. Nemrégiben a József András Oktatókórháznak 4,5 millió forint értékben vásároltak gépeket. A Hübner évek óta támogatja a József András Oktatókórházat. A cég számára ez már hagyománynak számít. Az ellátás színvonalának javításához szeretnének hozzájárulni, mondta Dobi József igazgatásvezető. A mintegy 4,5 millió forintos támogatásból 3 gépet vásárolt az egészségügyi intézmény. Minden készülék a biztonságos betegellátás segíti a járványhelyzetben. Ez évben különösen örvendetes számunkra, hogy olyan igényt tudtunk a kórház részéről kielégíteni, ami által a mobil ultrahang berendezést és a videógégetrükköt azonnal használni tudják a intenzív osztályon ápolt COVID betegek gyógyulásának elősegítésére. A 2020-as év a Hübner számára is rendkívüli időszak volt. A koronavírus járvány miatt átszervezték a munkát. Ahogy Dobi József fogalmazott, nem csak a meglévő tevékenységükben eredményesek, hanem a fejlesztéseikben is. A Hübner csoport kompetencia központjává választották a nyíregyházi leányvállalatot. A sínes járművek és buszok ajtó, illetve ablak gumis tömítő rendszereinek gyártásában. Ehhez kapcsolódik az üzem legújabb 2,6 millió eurós beruházása is. Tovább növeljük a termékpalettánkat. A legfontosabb az, hogy a gumi profilgyártáshoz szükséges gumi keverékeket is saját magunk fogjuk előállítani az igényeink szerint, illetve hogy teljes busz, villamos, metró, ablak rendszereket fogunk Nyíregyházán gyártani az átjáró rendszereken kívül. Ehhez át kellett alakítanunk a kettes csarnokunknak a layoutját, hogy minél előbb el tudjuk kezdeni a termelést, ezek a munkálatok már befejezéshez közelednek. A jövő évben a beruházásnak és az átalakításoknak köszönhetően 80 új munkahelyet is teremt a Hübner Nyíregyházán. A teljes létszám így 2021-ben már meghaladja majd a 900 főt. 1000 mécses éget a koronavírus áldozatainak emlékére. A Nyíregyházi Egyetem vezetői, dolgozói és hallgatói a koronavírus járvány hazai áldozataira is emlékeztek a Campus díszparkjában. A Nyíregyházi Egyetem rendhagyó, de eredményes évet zárt, ehhez azonban sok nehézséggel kellett megküzdeniük. A vírushelyzet több kihívás elé állította az intézményt, megváltoztak a munkakörülmények, és lelkileg is megviselte az oktatókat és a hallgatókat a személyes találkozás hiánya. Ebben az évben sok kollégát veszítettek el, egyiküket éppen a koronavírus miatt. A gyertyagyújtással rá is emlékeztek az intézmény munkatársai. A kollégák, hallgatók, dolgozók 1000 mécsest gyújtottunk, és egy kis megemlékező műsor keretében és közös gyertyagyújtás keretében emlékeztünk a hazai áldozatokról.
Ítélkezési szünetet tartanak a nyíregyházi törvényszéken és az illetékessége alá tartozó járásbíróságokon, amely 2020. december 24-től 2021. január 1-ig tart. Az ítélkezési szünet tartama alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A polgári ügyekben a határidőkben nem számít bele az évvégi ítélkezési szünet időtartama, amennyiben tehát a bíróság határozatában 8 napot ad a nyilatkozat megtételére, és az december 23-án vesszük át, azt egészen január 9-éig tehetjük meg. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor a határidő az ezt követő első munkanapon jár le. Vannak azonban ügyek, amikor nem lehet figyelmen kívül hagyni az ítélkezési szünet idejét, azaz nyilatkozat tételére, fellebbezés előterjesztésére adott határidő esetén az ítélkezési szünet napjait is számításba kell venni. Ilyen például a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, sajtóhelyreigazítási per, megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per, a megelőző távoltartás, vagy a végrehajtási perek, cégeljárás, a csőd és a felszámolási eljárás. Nincs helye az ítélkezési szünet rendelkezéseinek alkalmazására akkor sem, ha a felek közösen ezt kérik a bíróságtól. Büntető ügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A büntető ügyek esetében a büntető bírók eljárnak idegenrendészeti és menekült ügyekben, a büntetés végrehajtási intézetben tartózkodók ügyeiben, valamint az előállításos ügyekben és a gyorsított eljárásokban. Indítvány alapján döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról, például letartóztatás elrendeléséről, vagy a gyanúsított szabadlábra helyezéséről. A kezelőirodák működése a járványügyi készültség miatt érvényben lévő speciális szabályok alkalmazása mellett változatlan, áll a nyíregyházi törvényszék közleményében. Megújul a Kálvin tér a belvárosban. Mindjárt mutatjuk a részleteket, előtte nézzük a nap további híreit. Pénteken reggel az Arany János utca a Toldi utca kereszteződésében egy kikerülést jelző táblát tört ki egy gépkocsi, amely kanyarodás közben felrohant a sávokat elválasztó füves területre is. A járművezető nem jelentette a balesetet, így megtévesztővé vált a csomópont a forgalom számára. Ma reggel a Nyírszőlős felé vezető útszakaszon egy teherautó vezetője későn vette észre az előtte balra kanyarodó autóst, amelynek hátulról neki csapódott. Jelentős anyagi kár keletkezett a személyautóban, az eseményt rendőri helyszínelés követte. A Dohány utcán a két napra tervezett favágási munkálatok tovább csúsznak, ugyanis a forgalom elől elszalagozott területre beparkoltak az autósok, így a Nyír VV munkatársai nem tudták elvégezni az ápolási munkálatokat. A Szent István utcán a Józsa András kórház bejáratánál 4 mozgáskorlátozott parkolót alakítottak ki, a kórház így már közvetlenül elérhető az akadálymentesen közlekedők számára is. Megújul a Kálvin tér a belvárosban. Az Egyház és Bercsényi utca közötti területen jelenleg is dolgoznak. A beruházást az önkormányzat környezetvédelmi alapja is támogatja. Megújul a teljes zöld felület, és új utcabútorokat is kihelyeznek majd a Kálvin téren. Folyamatos a városszépítő munka Nyíregyházán, itt éppen a Kálvin tér felújítását végzik a szakemberek. Az Egyház és a Bercsényi utca közötti területen novemberben kezdtek el dolgozni. A felújítás tavasszal lesz teljesen kész, amikor az új növények is a helyükre kerülnek. Az elmúlt 30-35 évben elhasználódott a zöld felület a téren, illetve a burkolatok cseréje is szükségessé vált, ezért került a Nyír VV tervei közé a terület korszerűsítése. A héten a térburkolási munkálatok végére is érnek, utána faültetések következnek, még utcabútorok kihelyezése, illetve tavasszal a többi növényzet elültetése is meg fog majd történni. Ez a beruházás, ez Nyír VV saját beruházásában történik, amit az önkormányzat környezetvédelmi alapja is támogat. A téren áll Kocsis András 1941-es pásztorlány szobra, a hagyományos megformálású emlékmű Nyíregyháza egyik régi alkotása. A Kálvin téren található még a honfoglalás ezredik évfordulójának emlékoszlopa is, amelyet 1896-ban egy ismeretlen kőfaragó készített. A milleniumi emlékoszlop annak az 1873-ban elbontott templomnak állít emléket, amely a felirat szerint 46 méterre állt az oszloptól, és amelyről Nyíregyháza a nevét is kapta. Hozták a kötelezőt a Fátum Nyíregyháza női röplabdásai. A Szent Benedek ellen 3-0-ra győzött Német Szabolcs együttese. Utolsó előtti bajnoki mérkőzését játszotta a naptári évben a Fátum Nyíregyháza. A női röplabdások az Extra Ligában a Szent Benedek ellen léptek pályára,
és a miénknél a kezdőben több olyan röplabdás is lehetőséget kapott, akik az elmúlt meccseken kevesebbet játszhattak. Inek Varga Elizabeth élt is az eséllyel, az első szedben rendre pontosan támadott. A balatonfürediek nem ijedtek meg az erősebb kerettel rendelkező nyírségiektől, sokáig tartották a lépést a Fátummal, de a hajrá a hazaiaknak sikerült jobban, és 25-20-ra nyerték a játékrészt. A második felvonásban rögtön előnyt szerzett a nyíregyházi gárda, és úgy tűnt ez a játszma simább lesz. Varga mellett Vasziljeva volt még ponterős, és végig vezetett is a csapat, de a végjáték izgalmasan alakult. A korábban a szabolcsiaknál is játszó Valdez vállára vette a vendégeket, és faragtak a hátrányból, de a szettet ezúttal is német Szabolcs együttese nyerte 25-22-re. A harmadik játékrész volt a legsimább, Varga megszerezte 20. pontját, és 10-zel vezettek a miénk a játszma dereken. Végül 25-13-ra hozta a szettet a Fátum, és 3-0-ra győzött. Én abszolút nem vagyok elégedetlen, én múltkor is, amikor az MTK mérkőzés után egy kicsit úgy hangot emeltem az elégedetlenségemnek, akkor se a maga igazából a játékra voltam én kiélezve, hogy mérges vagy elégedetlen, hanem a hozzáállásba. Ha látta valaki a vasárnapi mérkőzésünket, meg a mait, akkor lehet, hogy megint azt mondhatja, hogy jó, ez igazából nem volt ugyanaz hozzáállásba, de ez törvényszerű, tehát vasárnap olyan szinten kijátszották magukat, olyan üresek voltak, tényleg mindent beleadtak, hogy az törvényszerű, hogy most, hogyha meggevettek volna, se tudták volna ugyanazt a pályára vinni, főleg azt, hogy tudják, hogy van még egy mérkőzésünk, és nem különbséget tenni csapat és csapat között, hanem hogy tudják azt, hogy még ugye az energiát azért tartalékolni kell még egy mérkőzésre. Én tényleg a kalapomat emelem előttük, mert bárkivel próbálok meg pályára állni, az mindig bebizonyítja, hogyha egy kicsit úgy olyan kis dízelmotorosan indult ez az egész, hogy el kellett érni azt a hőfokot, de végül is elérték, és meg tudták mutatni, hogy van különbség a két csapat között. Még egy mérkőzést játszanak idén a lányok, december 22-én a Vasas érkezik a Continental Arénába. Híradónk végén nézzük a főbb történéseket még egyszer, néhány mondatban. Artist Business díjat kapott Nyíregyháza. A Magyarországon korábban hiánypótló elismerést idén második alkalommal adták át. A díj kimondottan imázsformáló és értékteremtő céllal jött létre. Az elismerés kiemeli azokat a vállalatokat, magánszemélyeket és mecénásokat, akik példaszerűen működtek együtt az adott évben a kulturális világgal. 80 új munkahelyet teremt a Hübner Nyíregyházán. A cégcsoport leányvállalata egy 2,6 millió eurós beruházásnak köszönhetően tud új munkavállalókat alkalmazni majd 2021-ben. A cég számára fontos a társadalmi szerepvállalás is. Nemrégiben a Józsa András Oktatókórháznak 4,5 millió forint értékben vásároltak gépeket. Ítélkezési szünetet tartanak a nyíregyházi törvényszéken és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokon, mely 2020. december 24-től jövő év január 1-jéig tart. Az ítélkezési szünet tartama alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket is. További kellemes hétvégét és televíziózást kívánunk, viszontlátásra!